Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarndeutsche Magazin. Bleiben Sie mit uns. Vielseitige Tätigkeit für die Ungarndeutsche Gemeinschaft. Ein Gespräch mit Alfred Manz. Zusammenleben von Nationalitäten. Deutsch-Kroatisches Heimatmuseum in Kosa eingeweiht. Niveauvolles Programm, gute Stimmung, volles Haus. Traditioneller Schwabenball in Kiew. Schweineschlacht, Krapfenbacken, Kuchenbazar. Kribisches Schlachtfest in Sobetin. Der 21. Februar ist der internationale Tag der Muttersprache. Aus diesem Anlass haben wir mit Alfred Manz gesprochen, der von zu Hause die Wichtigkeit der Bewahrung der deutschen Muttersprache und die Identität mitgebracht hat. Er stammt aus einer ungarndeutschen Familie, lebt und unterrichtet in Baye. Er ist Mitglied der Deutschen Selbstverwaltung Baye und Vorsitzender des Bildungsausschusses der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen sowie Redakteur der deutschsprachigen Regionalzeitschrift Bajkaer Spuren. Alfred Manz unterrichtet am Ungarndeutschen Bildungszentrum in Baye deutsche Sprache und Literatur sowie Volks- und Heimatkunde. Im Zentrum seiner vielseitigen Tätigkeit für die Ungarndeutsche Gemeinschaft steht die Erhaltung der Muttersprache. Er ist in Almas geboren, seine Eltern und Großeltern flüchteten aus seinem schwäbischen Dorf Hocsag in der Südbajka nach dem Zweiten Weltkrieg nach Ungarn. Ich bin in einer schwäbischen Familie aufgewachsen. Für mich ist es und war es ganz natürlich, dass wir im Familienkreis Deutsch gesprochen haben. Natürlich nicht Hochdeutsch, sondern eine Mundart. Und diese Mundart ist meine Muttersprache. Diese Mundart spreche ich bis zum heutigen Tag im engeren Familienkreis. Beim Sohn ist schon eine Enkelin da und mit der spreche ich auch in der Mundart, weil ich es einfach für sehr wichtig halte, dass die Sprache tradiert wird, dass das Ganze am Leben bleibt und weitergeführt wird. Sein Diplom als Gymnasiallehrer für Deutsch und Mathematik erwarb er an der Pädagogischen Hochschule Fünfkirchen. Diese Auffassung vertrete ich auch bis heute, versuche ich auch in meinem Beruf durchzusetzen. Deutsch ist nicht nur das Ziel meiner pädagogischen Tätigkeit, sondern Deutsch ist ein Mittel. Also das heißt, Deutsch ist eine Verkehrssprache, die ist deshalb da, damit wir sie sprechen. Und ich spreche meine Schüler nicht nur in der Stunde, sondern auch in der Pause oder in der Stadt auf Deutsch. Er ist Mitglied der Deutschen Selbstverwaltung Baye und Vorsitzender des Bildungsausschusses der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen sowie ist Redakteur der deutschsprachigen Regionalzeitschrift Bajkaer Spuren. Wie hat er Zeit und Energie für so viele Aufgaben? Wächst man in Rollen hinein und da sieht man die Aufgabe und man kann nicht entlaufen. Natürlich, ich kann mich ja dadurch glücklich schätzen, dass meine berufliche Tätigkeit und sonst mein Interesse, also meine Hobbys, die hängen alle mit der Sprache, die hängen alle mit dem Ungarndeutschen zusammen. Und ich glaube, heutzutage reicht es auch nicht, mal ein Ungarndeutscher zu sein und sagen, ja, meine Abstammung und so weiter. Ich glaube, heute gehört es dazu, dass man auch etwas unternimmt. Aber zum Glück haben wir hier in Baye eine gute Mannschaft und deshalb konnten wir auch gute Initiativen ergreifen, angefangen von der Ulmer Schachtel, das ein Riesenprojekt war. Drei Jahre lang haben wir daran gearbeitet, dass wir jetzt offiziell auch das Landesdenkmal der Ansiedlung hier auf dem Gelände der Schule haben. Und dann kam mir die Idee, dass mit dem Landeslehrpfad könnten wir das noch besser
ergänzen. Daran haben wir auch mit einer tollen Gruppe unter der Leitung von Maria Erb von der ELTE gearbeitet. Ich glaube, fachlich und auch sonst lässt sich das sehen, kann man das zeigen, dass solche Dinge entstanden sind. Ja, und natürlich die Zeitung. Wir haben hier die Batschker Spuren. Damals, vor 15, 16 Jahren, hatte ich die Idee, dass wir eine, zuerst für Bayer, also örtlich, aber dann hat sich das verbreitet, ein Regionalblatt, ein deutsches Blatt ins Leben rufen, weil ich der Meinung bin, dass, aber das haben klügere Leute gesagt als ich, eine Sprache kann nur, wenn sie auch geschrieben ist, überleben. Und es ist ja klar, unsere Mundart, die hat ja nur gesprochene Sprachform, aber das Hochdeutsch, glaube ich, auch für uns geschrieben. Und unsere Leute, die lesen nicht so sehr, nicht so oft Deutsch, sage ich mal. Und da, das war die Grundidee, geben wir das in die Hand der Leute, die Zeitung Deutsch. Was lesen Sie dann? Natürlich lesen Sie dann so etwas gerne, wenn es um Sie geht, um das Lokale, was passiert im Verein, in der Stadt, in der ungarn-deutschen Branche. Und mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass diese Zeitung eine gemeinschaftsbildende Funktion hat. Also sie wird erwartet, wann kommt die nächste? Aber diese Funktion, diese gemeinschaftsbildende Funktion, die ist vorhanden. Die ist vorhanden und darüber freue ich mich auch sehr, wenn es auch sehr viel Arbeit ist und meine volle Freizeit drauf geht. Auch wir haben auch Interessenten aus Deutschland, die ehemaligen Vertriebenen oder ihre Nachkommen beziehen sie auch. Und ja, wenn man da schon drin ist, dann sieht man schon kleinere Möglichkeiten, wie man das entwickeln kann noch. Und da kann man ja nicht aussteigen. Ist man drin, dann geht es halt vorwärts. Und man versucht dann auch eine Qualität herzustellen, mit mehr oder weniger Erfolg natürlich. Über seine Arbeit im Bildungsausschuss der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen werden wir in einer nächsten Sendung mit Alfred Manns sprechen. Die deutsche Nationalitätenselbstverwaltung COSAR versucht, alle Möglichkeiten zu ergreifen, die das Kulturleben der Siedlung bunter machen und die Bewahrung der Werte ermöglichen. So nimmt sie an der Verwirklichung von vielerlei Tätigkeiten teil. Mit Förderung der ungarischen Regierung wurden in der Siedlung Entwicklungen im Werte von 50 Millionen Forint durchgeführt. Der deutsch-kroatische Kindergarten hat ein neues Turnzimmer erhalten und im Heimatmuseum der Siedlung wurden ein deutsches und ein kroatisches Zimmer eingeweiht. Nagykozáron békében élnek egymás mellett a nemzetiségek. Ennek jó példája, hogy közös horvát-német tájházat alakítottak ki a településen. Már nagyon régóta dédelgetett álmom volt, hogy legyen egy ilyen tájszoba, ahol a sváb örökségeket át tudjuk örökíteni, és tovább tudjuk mutatni a fiataloknak. Rengeteg családtól kaptunk hol terítőt, ezt a komplett szobabútort, asztalt, mindenféle olyan tárgyat, amiket itt lehet látni a rokkától kezdve a székekig, illetve a konyhába edények, mindent. Tehát ezek mind olyan dolgok, amivel úgy gondoltuk, hogy ez utolsó pillanatokat éljük már, hogy megmentsük ezeket a dolgokat, és hogy ne otthon és ne a padlásokon legyen még, akinek még ugye megvolt, hanem legyen ennek egy méltó helye. És hogy őszinte legyek, mindig elérzékenyülök, amikor belépek ebbe a helyiségbe. Ahogy dolgoztunk és készítettük elő a dolgokat,
mindig meghatódással lépek be, mert nagyon sok olyan tárgy van, ami a szüleim, nagyszüleim, dédszüleimtől, tehát hogy a olyan dolgok, amit ha meglátok, akkor olyan büszkén tudom megvallani a svábságomat, és mindig is büszke voltam erre, és ez egy nagyon jó hely arra, hogy amit már otthon az ember a saját, a mai mindennapjaiban nem tudott átörökíteni, de nagyon sok olyan dolog van. Azért főleg a konyhai dolgokból sokat lehet még a mai napig használni, de hogy vannak olyan dolgok, amiket már az ember nem tesz ki, akár egy fénykép, akár ez a régi karnis, vagy a ládák, a rokka. Tehát ezek olyan dolgok, amiket már nem tesz az ember a saját lakásába, de ha ide belép, akkor valahogy megüti a múltnak a szele az embert, és úgy akarva, akaratlanul is emlékezik és gondol az őseire. És szerintem ez a legfontosabb. Anyai részről is, apai részről is sváb származású, tehát német származású vagyok. Én ezt büszkén vallom, nem csak a szőke hajammal és a kék szememmel, hanem az identitásommal, a mindennapjaimban is igyekszem ezt megőrizni. Nincs olyan sváb zene, amit ha bekapcsolok rádióba a német műsort, az állandó hallgatója vagyok, tehát a főzés az úgy történik, hogy az szól, hogy táncra perdülök, és a férjemet úgy elkapom, és most gyere, és mindig mondja, hogy most már megint hagyjál békén, nem érünk vele ám most táncolni, de mondom, olyan jó, nem bírom ki. És ez is, ezt próbáltam átadni az unokáimnak is. És olyan nagyon büszke vagyok rá, hogy a legidősebb lányunokám, ő a német nemzetiségi gimnáziumban jár Pécsre, a Lőveibe, és ma ő is ösztöndíjat fog kapni, amire remélhetőleg innen oda fogok tudni érni, és büszkén vallhatom meg én a svábságomat, hogy igen, valamit adtunk az utókornak. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb most a mai világban, hogy ezt tovább örökítsük. Az összesen mintegy 50 millió forintos fejlesztést Magyarország kormánya támogatásával valósították meg. Nagyon nagy öröm, és tényleg olyan jól látni, hogy szerte az országban nemzetiségek egymással is különböző programokat, különböző iskolákat, tájházakat szerveznek, illetve építenek és tartanak fönt. Nagyon nagy üzenete van ennek a közép-európai nemzetek között is, azok között a nemzetek között, akiket sokszor összeugrasztottak nagyhatalmak, sokszor a békétlenséget táplálták, mi pedig bizonyítani tudjuk, hogy az évszázados együttlét és békességben való együttélés az ma is fontos. És pláne akkor, amikor látjuk azt, hogy ismét nagyhatalmak hogy ugranak egymásnak, illetve adott esetben olyan békétlenséget terjesztenek, ami senkinek sem jó. Nem jó magyar nemzetnek, nem jó horvátoknak, németeknek, ukránoknak, oroszoknak, senkinek sem jó. Mi azon a elven vagyunk, és gyakorlatban is ezt hajtjuk végre, hogy kicsi környezetben, a kis közösségünkben, de itt a Kárpát-medencében megbékéltünk azokkal a nemzetekkel, akikkel együtt élünk, magyarországi nemzetiségeket minden szempontból támogatjuk, és azon a gyakorlati elven is vagyunk, hogy bizony azokkal a nemzetekkel, nagy népekkel, akik igazából diktálják a világnak a mindennapjait, vagy próbálják befolyásolni a nemzeteket, ő feléjük is a békességet közvetítjük. Más szerepünk nem lehet, de ez egy óriási nagy szerep, és hiszem azt, hogy a magyaroknak ebbe felelőssége és feladata is van. Hoppál Péter a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett, hogy a kormány 2010 óta kiemelten kezeli a nemzetiségeket, jelentős összegekkel támogatja önkormányzataik működését, fejlesztéseit, programjait. Csodálatos szimbólum a Nagy Kozári Nemzetiségi Tájház, mert 2010-ben ez egy bontásra ítélt omladozó ház volt, szörnyű környezettel, egy szinte patkánytanya, és akkor még a nemzetiségi támogatás is 1 millió forint alatt volt itt a nagykozári németek és horvátok esetében. És az elmúlt bő 10 esztendőben prosperál, megnövekedett a közösségi aktivitás, a kulturális programok sokasága, felújítottuk az óvodát, amelyik nemzetiségi pedagógiai programot valósít meg, és ezt a házat pedig megmentettük az enyészettől, a bontástól és az elsorvadástól, és Magyarország kormányának 17,5 millió forintos egyedi támogatásával egy vadonatúj
gyönyörű tájház létesülhetett, amelyik a német nemzetiség helyi örökségét is és a horvát nemzetiség helyi örökségét is bemutatja, és készül a gangon hátul a magyar nemzetiségi vagy a magyar kultúra néprajz értékeit bemutató szoba is. Úgyhogy ezt az egységet és ezt a megújulást, ezt szimbólumnak is tekinthetjük, így kell előre haladnunk a továbbiakban is, hogy valóban ne a 2010 előtti nemzetiségeket sorvasztó, hanem a kultúrát és a nemzetiségi kultúra megélését támogató jövendő legyen úrrá itt a baranyai településeken. Nagykozáron a most átadott tájház mellett a német-horvát nemzetiségi óvoda új tornaszobát kapott. Traditionell Schwabenball wurde von der deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung hier im Kulturhaus der Siedlung veranstaltet. Am lustigen Abend traten der Kira-Männergesangkreis und die Kira-Deutsche Nationalitäten-Tanzgruppe auf. Für Tanzmusik sorgte die Boschoka-Kapelle und es gab auch einen Dirndl-Wettbewerb. Évtizedes hagyomány németkéren a Schwab Bál, melyet minden alkalommal számos program színesít. A németkéri német nemzetiségi önkormányzatnak ez az évindító rendezvénye. Feléptek a németkéri nótások, akik a helyi férfi, hát a helyben helyi férfiakból verbúválódtak, és a céljuk az, hogy a helyi régi nótákat megőrizzék az utókor számára, saját szórakoztatásukra, és nyilván néha a közösség elé is lépnek vele. Alakult egy új zenekar, akik németkérhez, tehát németkér nevét vették fel, tehát azért lett Krier Krein a nevük, tehát ami igazából németkéri kört jelent, mert nagyon tetszettek nekik a németkéri nóták, amit a németkéri kórusok énekelnek, és tehát az ő tiszteletükre választották ezt a nevet. Ezen kívül a tánccsoportunk, a falu nemzetiségi tánccsoportja lépett a színpadra, akiket mindig nagy szeretettel fogadnak a németkériek. ...1995-ben alakult a németkéri nemzetiségi tánccsoport, melynek átlag életkora 25 év, hisz az ifjúsági csoportjuk kinőtte magát és beintegrálódott a felnőtt tánccsoportba. Számtalan arany minősítéssel, fesztiváldíjakkal és nívódíjjal is rendelkeznek. 2022-es naptáruk már tele van, nívós rendezvényeken lépnek fel országszerte. Idén nyáron a Kongresszusi Központban a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata gáláján ők képviselik Tolna megyét egy 15 perces műsorral, melyet a paksi Roger Schilling zenekar kísér. 2020-ban voltunk 25 évesek, sajnos nem tudtuk a kialakult járványhelyzet miatt a jubileumi ünnepségünket megrendezni, de hát bízunk benne, hogy majd hamarosan a 30-at azt majd egy méltó keretek között tudjuk megünnepelni egy nagy fesztivál keretében. Jelenleg közel 30 fővel működünk, hetente egyszer tartunk általában próbákat. Tavalyi évben nem volt németkéri Schwabbál, így most annál nagyobb örömmel jöttünk. Egy közel 25 perces műsorral készültünk, nyilván több koreográfiából tevődik össze ez a 25 perc. Táncoltunk egy tolnai és baranyai tánclépésekből álló koreográfiát, előadtunk kettő budakörnyéki táncot, táncoltunk egy sokak által ismert koreográfiát, ami egy régi munkafolyamatot elevenít meg természetesen a tánc nyelvén. Ez az úgynevezett Molnár tánc. És táncoltunk még egy németkére most először előadott koreográfiát, amit nem olyan régen tanultunk be. Ez az úgynevezett Jugend Frisch Polka. Thank you.
A németkériek mindig szerettek énekelni, ma is három kórusuk aktívan működik. A komoly darabokat előadó Blazsek Frigyes női vegyeskar, a német nemzetiségi kórus és a nyugdíjasok kórusa, akik gyermekkorukban hallott dalokat gyűjtik össze, mely szájhagyomány útján megy tovább. A mi kórusunk a nyugdíjas kórusnak a férfi tagjaiból alakult. Ezelőtt 5 éve gondoltuk azt, hogy elő kéne szedni a régi énekeket, amit a régi emberektől tanultunk, szüleinktől, barátainktól. És ezelőtt 5 éve összeálltunk, aztán ez most a vírus helyzettel sajnos megszakadt egy picit, de hála jó Istennek jött egy aktív harmonikás közénk, a Laca Feri, és 2 éve kicsit fölelevenedett ez az egész, és előszedjük a régi énekeket, és egyrészt, hogy magunk is fölelevenítsük, és hogy a fiataloknak átadjuk. Nem titkolt célunk, hogy a fiatalokat is bevonjuk, és most már van is egy pár fiatal tagunk. A kitelepített németkériek emlékére énekeltünk egy olyan éneket, amit egy szétszakított párnak a férfi tagja a kitelepítés előtt elénekelt itt a kocsmában németkéren. Ezzel indítottuk, aztán egy pohárköszöntő volt, aztán Nach meiner Heimat, búcsúzóugla, a Herger Pali bácsira emlékeztünk egy dallal, úgyhogy a nagymányoki híres harmonikás volt, és őre emlékeztünk a mai programban. Igen, picit egy svábossal tettük a dolgot. Nekünk ez nem esik nemezünkre, mert többségünk beszél németül, énekelünk németül, magyarul. Dirndl ruha szépségversenyt is tartottak, tucatnyian neveztek a bemutatóra. Ők számot tűztek ki a ruhájukra, melyekre lehetett egész este szavazni. 2020-ban, ami az utolsó svábálunk volt, hagyományteremtő szándékkal indítottunk egy versenyt, ahol a Dirndl ruhába öltözött hölgyek megmérethették magukat, vagyis hát igazából a ruháikat, és akkor közülük lehetett választani, hogy kinek a legszebb a ruhája. Az első 3 helyezettet díjazzuk, így van ez ebben az évben is. Azok a hölgyek, akik vállalják, hogy megmérettetik a ruhájukat, ők kapnak egy számmal jelzett kitűzőt, és ez alapján lehet voksolni. A legtöbb szavazatot a 15-ös számú ruha kapta, melyet Kunglünő Klettlinger Mónika viselt. A második helyezett a 12-es számú ruha volt, melyet Jacqueline Dörfler öltött magára, míg a harmadik legszebb ruhának Schönhardt Rita 3-as számot viselő öltözetét választották. A németkéri Schwab bálban hajnalig tartott a mulatozás. Mit traditionelle schwäbische Schweineschlacht, Wurstfüllwettbewerb, Krapfenbacken, Kuchenbazar für die wohltätigen Zwecke und gute Stimmung wurden alle Interessenten am Samstag von der deutschen Selbstverwaltung Sorgetin erwartet. Ziel der Veranstaltung war, dass die Jugend die alten Traditionen kennenlernt und an einem echten schwäbischen Schlachtfest aktiv teilnimmt. A régi időkben Szent András ünnepétől torkos csütörtökig tartottak disznóvágást. Ezeken a családtagjain kívül némely rokon is részt vett. Az egyes munkafázisokra mindig megvoltak a megfelelő személyek. A gyerekek a disznó lemosásánál és dörzsölésénél, a hús darálásánál és a kolbásztöltésnél segítettek. Na és persze a fánkok előkóstolói is mindig a fiatalok voltak. Február utolsó hétvégéjén Szederkényben a település apraja nagyja aktív résztvevője volt a sváb disznótornak. Most jelenleg éppen dörzsöljük a disznónak a szőrét, meg a bőrét már, és utána visszük felvágni, és akkor odaadjuk a csapatoknak. Én még nem vagyok annyira informált, mert nekem ez az első disznóvágás, ami most vagyok itt először. Én nézem a többieket, őket figyelem, és akkor azt próbálom én is csinálni. A cél az volt, hogy a településen élő fiatalok is megismerjék a sváb hagyományokat. Ez az első szederkényi farsangi sváb disznóvágás. Igazából, ahogy látszik, hagyományos módon a disznóöléssel
kezdtünk, most fogják az állatot szétszedni, és utána egy kolbásztöltő versennyel folytatódik délután folyamán. Különböző csapatok vannak, 6 fő, 3 gyermek, 3 felnőtt összeállításban, és 10 kiló húsból kell elkészítenünk a kolbászt, utána lesz egy komoly zsűri, és a végén egy ilyen zenés mulatsággal fog zárulni az este. Csapattag vagyok, kérlek szépen, mi is indítottunk egy csapatot, úgyhogy a kolbásztöltésből szeretném mindenképpen kivenni a részemet, illetve itt a feldolgozásban, illetve a disznóöléskor is már itt voltam, és igyekeztem segítkezni a fiúknak. Ez még titkos, mert még ugyan nem kezdődött el a verseny, de készültünk mindenféle fűszerrel, ugye a hozzávalók azért már megvannak itt, úgyhogy bízom benne, hogy jól fogunk szerepelni ebben a versenyben. A közösség akkor erős, ha tiszteli hagyományait. A Szederkényi Német Nemzetiségi Önkormányzat őrzi az előző generációk által átmentett örökséget. Szederkényben azért a lakosok egy nagy része sváb, és ugye én azoktól láttam ezt a hagyományt, úgyhogy megpróbáljuk úgy csinálni, ahogy annak idején a svábok csinálták. A fánk az, ami kifejezetten ugye a sváb disznótornak a jellegzetessége. Nyilván paprikás kolbászt csinálunk, és mindent úgy, ahogy a svábok is csinálták már az utóbbi időben, de próbáljuk tartani a hagyományokat. Amikor ezt kitaláltuk, ezt a rendezvényt, ez ugye első alkalom itt Szederkénybe, tartottam tőle, hogy egyáltalán ugye lesz-e erre érdeklődés, eljönnek az emberek, lesz-e erre, vagy vevő lesz erre a szederkényi közönség, és akkor kitaláltuk ezt a kolbásztöltő versenyt, amire tényleg várakozáson felül, tehát elrettek 10 csapat jelentkezett, aztán 8-ra fogyatkoztak, mindenféle betegség, meg kiesések miatt, de szerencsére 8 csapat eljött, szóltunk ugye a civil szervezeteknek, a Nyugdíjas Egyesületre mindig számíthatunk, az Intermelodira szintén mindig számíthatunk, a Karasica Tánc Együttes is itt van, úgyhogy szerencsére sokan eljöttek, és azon felül is megjelentkeztek csapatok. Az egész rendezvény ugye hát onnan indult ki, hogy ugye elkezdtünk egy adventi rendezvénysorozatot, és annak idején ez félbe szakadt sajnos a Covid miatt. Ugye annak az első alkalomnak az óvoda volt a kedvezményezetje, a másodiknak az iskola lett volna, de ugye ez már nem valósult meg. Így azt találtuk, hogy a mai alkalomnak az iskola a kedvezményezetje, tehát nekik gyűjtünk úgymond egy kis felajánlást, jótékonysági akció keretében. Úgyhogy a sütiteket az iskolás szülők sütötték, a szülői munkaközösség és egyéb szülők, és gyakorlatilag ezeket árusítjuk, és a bevétel nyilván az iskoláé lesz, mint ahogy minden egyéb bevétel is. A fánksütés az asszonyok, lányok feladata. Az előkészületeket bent a konyhán végzik. A sütés hagyományos módon kint történik. Nem tudom, hogy a magyarok másképp csinálják-e, de én ezt a sváb nagymamáktól láttam, és egy disznóvágáson nekünk gyerekeknek ez volt mindig a napfénypontja, hogy ott álltunk a kondér mellett, és persze frissen ettük a fánkot, amitől fél óra múlva rosszul lettünk, de hát ugye zsírban sül, ahogy hagyományosan, és hát egy élesztős fánktészta gyakorlatilag egy, nem tudom, nálunk krepőnek hívták, ugye sváb disznóvágási fánk. Bedagasztottuk a tésztát, és akkor kell egy olyan jó fél órát, 3-4 órát. Itt ugye nagyon kell vigyázni, hogy ne fázzon meg a tészta, és ugye az első, amikor beletesszük, akkor le kell fedni, és hogyha megfordítjuk, ugye attól lesz szalagos, hogy a másik felét már lefedés nélkül sütjük. Ezt tanultuk legalábbis a nagymamáktól. Gyakorlatilag folyamatosan csináljuk, mert nem tudjuk, hogy mennyi fog elfogyni. 2 kilónként keverjük be a lisztet, ugye, mert túl is kellene idővel, tehát hogy gyakorlatilag a lányok folyamatosan csinálják bent, és meg folyamatosan sütjük itt kint. Azok a gyerekek, akiknek nem keltette fel az érdeklődését a kolbásztöltő verseny, bent farsangi állarcokat és kiegészítőket készíthettek. Itt a gyerekeknek egy ilyen kreatív sarok van, ahol lehet készíteni egy ilyen tányért, egy ilyen disznótányért, valamint a farsang miatt egy ilyen állarcot, amit utána fölhúzhatnak, hogyha nem hoztak magukkal állarcot. Papírtányérból kiválasztják, hogy milyen tányér, ezt ki kell vágni a szemeket, utána pedig tető szerint kiválogathatják a füleket, meg az orrokat, meg az egyéb kiegészítőket. Ich bedanke mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit für heute. Auf Wiedersehen!